üdvözlöm ismétlen önöket! Önök megkérdezhetik, miért szoktam ilyen sok videót csinálni arról, hogy hajtogatom a biciklit, meg elsősorban azért is sok ilyen videókat. Nézem a tévét, maga a tévé, az a befolyásolás eszköze, ahol mindenkinek az agyát át lehet mosni, és ez ellen küzdeni kell. Például más majd kitalálni, kalandozni, nagyon meg kell olvasni egyéb másokat. Hát javarészt elriszol az egész videóknak a lényege, hogy mit is szoktam csinálni, az nem nézek tévét. Szintén válaszolok, mostában abszolút nem néztem tévét, kb. Olyan őszintén, szóval nem is olyan a hazudás, és ezt kelljen hazudnom. Egy szoktam nézve van ez a Mini TV, talán a kódol a csatornán, berakom másnak, hogy nézesse a tévét, az a szórakozás, hogy csak a tévét néz, semmi egyéb más nem, majd csodálkozik rajta, és ment tönkre a szemei. Hát, így. Mostan én az agyamat pihentetem ezzel. Azt úgy pihentetem, hogy nem lát, hogy is hívják, nem közelre nézek, mint ahogy szoktam ilyen számítógép mellett. Egy héten a számítógépet is szoktam, hétvégén nem annyira. Hétközben szinte minden nap, kb. 3-4 óra hosszá. Néha jót óra hosszá is szokott lenni, az úgy kívánja maga az oktatás. Egymás után csak ülök a gép mellett, és nincs maga a szemnek kifáraz. És itt maga a szem, most én így nézek a távolba, ugye a szememet felleszem azzal, hogy a távolba nézek, és akkor felül. Remélhetőleg, ha ön képes arra, nem mond valami szokásról, és nekem most szemekkel jobban dolgozik az agyam is, sokkal, mintha felcsinálnak egy filmet, nézegetni, ez egy része, az is, meg amaz is. Meg romolva itt mindenki. Vettem egy ilyen könyvet, le volt árazva Szabadkán. Nevelés és tudomány, tudományos nevelés. Az 1970-es években íródott a könyv, és ottan le volt írva az, hogy minél rosszabb tanulók voltak azok, akiknek volt tévéjük. A tévénézés nem arisztokrata szokás, hanem rabszolgaszokás. Abban ön azt hiszi, hogy pihen, de közben valóságban nem pihen, hanem egyre jobban befolyásolja. A pihenés az egyetlenek az alvászok. Ha pihenek, akkor az. Tehát nem ilyen bassza műsorokat nézek, tudnak más élvezni. Ott is gondok vannak, ha az, aki a filmben tud éveszkedni. Gondok, bajok vannak.
kifáradni, kétán leszek tolni maga a biciklit. És akkor így tologatom. Most tovább folytam maga a gondolatmenetemet. Elég azt mondtam, hogy a TV nézés nem az, ami valójában. Ha filtertünk felhagyni, én dolgozik napi 8 óra hosszá. Abban mondva, azt hiszi ön, hogy ha épp van a napi 9 óra hosszat az átlagos szint, hazaér, felcsavarja maga a számítógép játékokat, tévét néz. És egyszerűen azt hiszi, hogy ön teljesen pihen. De ez nem így van. Valóságban? Nem, valóságban arról fog, hogyha ön hazaér, ön tovább is dolgozik annak a kémet, önnek, ön ezzel teljes mértékben elnyomják az egyén. Az egyénét, ami nem egyszerűen megromlik a pszichológiája, nem tud semmit csinálni, hazaér, első dolgok, miért fők van, nem jön 45, 45, nézi a sorozatokat, egyéb más TV csatornákon, és mi fog történni? Ennyivel lesz okosabb, és ennyivel sem. Az a nagy röhely az egészben, újabb a Mátián műveltségi játékok, főleg az a műveltségi szint, ha megmondani, ki milyen filmben játszott szeret. Most. Most a színész van annyira ismeretlen, ha megmondani, hogy miben játszott. De az a lényeg, hogy most tudom, mai filmekben annyira digitálisan van csinálva minden, lenni, mit is alakít az valóban? Mire is kapja? Hát, mindent kell tevíteni digitálisan, hibákat, maga a filmből, és így már el lehet tudni, hogy mire is képes maga a színét. De erre valaki szerint egy művelségi betéltető arra van legfontosabb tudni, kiki mostani filmet kirendez. Itt van például a Terminátor. Kirendez a Terminátor. Olyan nehéz kitalálni, sem mondom meg. Dolgozom már rajta. Biztosan fogja rá tudni a választ. Filmet rendeztem, aki írta. És szerintem sokkal többen tudják azt a, hogy kirendezte. De azt, hogy kiértelje meg ezeket a fantázia könyvek trilógiákat, hogy ők készülnek a filmek meg a játékok, azt már kevesebben tudják. Ez is egy műveltségi baj, ne szémel itt sem nagyon. Nagyon sem. Hát ez van. Ilyenek a mostani mai műveltségével térkedők. Akkor vagy műveltebb, ha minél több szennyet tudsz fejben tartani. Kiki milyen filmben játszott, meg egyéb másokat itt rendezett. Amúgy tudom hajtani a biciklimet. És bírom ismét hajtani, hogy gyorsabban haladok, gyorsabban a sebességgel.
köszönöm a figyelmeteket. Ez lett volna a videó, amíg önöknek tetszett, értették, és hogy miről is szólt. Na, ismétem. Sajnos nem voltam, elköszönök el ettől. Szevasztok!